Kedves nézőink! Az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit összefoglaló Nagykunsági Krónika című magazin műsorunkat láthatják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlójunkat! Kedves nézőink, aktuális kérdések című műsorunk mai vendége, Teleki Zoltán, alezredes úr, a karcagi rendőrkapitányság vezetője. Köszöntöm kedves nézőinket a Karcag Televízió ma esti műsorában. Vendégünk Teleki Zoltán, alezredes úr, a karcagi rendőrkapitányságnak a vezetője. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Az elmúlt időszakban került sor a karcagi rendőrkapitányság 2016-os évi munkájának a beszámolójára, illetve a beszámoló elkészítésére. Hogyan értékeli a karcagi rendőrkapitányság tavaly évi munkáját? Milyen adatok állnak rendelkezésre? Mi jellemzi a bűnügyi helyzetképet? Az elmúlt hét szerdán főkapitány úr, illetve a meghívott vendégek jelenlétében a Városháza dísztermében került megtartásra az évértékelő beszámoló. A rendőrkapitányság a meghatározott stratégiai célokat teljesítette, ezek közül az egyik legjelentősebb volt Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális migrációs nyomás elleni hatékony fellépés. Kiemelt célunk volt továbbá a polgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni hatékony fellépés, településeink közbiztonságának javítása, az együttműködő segítő támogató jellegű rendészeti tevékenység, párbeszéd az állampolgárokkal, az önkormányzatokkal, a társszervekkel és a civil szervezetekkel. Az illetékességi területünkön lévő településeken 2016-ban tovább csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, mely az elmúlt 10 év legalacsonyabb értékét mutatta. A megnövekedett feladatok ellenére a nyomozás eredményességi mutatót tovább sikerült javítanunk, így 2016-ban az elmúlt 10 év legmagasabb nyomozás eredményességi mutatóját produkálta a kapitányság. A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény száma 2016-ban az illetékességi terület növekedése ellenére is közel 3%-ot csökkent, míg a bázis évhez képest pedig közel 40%-kal mutatott kevesebb értéket. A nyomozás eredményességi mutató ebben a kategóriában szintén az elmúlt 10 év legmagasabb értékét mutatta. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2016-ban a bázis évhez képest 31%-kal volt kevesebb. A polgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szemben hatékonyan tudtunk fellépni, én úgy gondolom, hogy a településeink közbiztonsága tovább javult. És akkor rátérve, mi is az a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény? Ugye ezek közé tartozik a legsúlyosabb, a nem a kapitányság hatáskörébe tartozó emberölés vagy emberölés kísérlet, a rablás, a lakásbetörés, betöréses lopás, garázdaság, kifosztás. El kell mondjam, hogy illetékességi területünkön szándékos emberölés és emberölés kísérlete bűncselekmény elkövetése 2016-ban nem történt. Ez az elmúlt 10 évben az első ilyen év, hogy nem volt ilyen jellegű bűncselekmény. Garázdaság bűncselekmény vonatkozásában 2015-höz képest 25%-kal nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, melynek az oka az illetékességi területünk növekedése. A nyomozás eredményesség tekintetében az elmúlt 10 év legjobb eredményét értük el ebbe a kategóriába. Továbbra is az illetékességi területünkön elkövetett bűncselekmények legnagyobb része vagyonelleni bűncselekmény, azon belül is a lopás, a betöréses lopás, illetve a kisebb vagy szabálysértési értékre elkövetett lopások dominálnak. Az elmúlt 7 év vizsgálata során azt állapíthattuk meg, hogy a lopás bűncselekmény az illetékességi területünkön a regisztrált bűncselekmények számának a kiemelkedő részét tette ki. 54 és 65% között mozgott ez 2010 és 2015-ben. 2016-ban az összes regisztrált bűncselekménynek viszont csupán a 40%-át tette ki a lopás bűncselekmények száma, és úgy gondolom, hogy
Ez a csökkenés jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az illetékességi területünkön élő lakosság szubjektív közbiztonsági érzete tovább javult. A lopás bűncselekmények számában egyébként 9,6%-os csökkenést értünk el, annak ellenére, hogy 2016-ban már egész évben plusz 6 település bűnügyi statisztikai adatai is a karcagi rendőrkapitányság mutatói között jelentek meg. A nyomozás eredményességi mutató a lopás kategóriában a 2015 évi az elmúlt 10 év legmagasabb eredményét jelentő adathoz képest is 10,2%-kal nőtt. Személygépkocsi lopás az illetékességi területünkön nem jellemző, ez is egy kiemelt kategória, és mindenképpen pozitív és a hatékony közterületi jelenlétet támasztja alá az, hogy 2016-ban csupán 2 ilyen jogsértést regisztráltunk, és ezek közül is mind a kettő egy 2015-ről áthúzódó eset volt. 2016-ban igazából nem történt személygépkocsi lopás az illetékességi területünkön. Mind a két bűncselekmény elkövetőjét egyébként felderítette a karcagi rendőrkapitányság. Az állampolgárok szubjektív közbiztonsági érzetét igen negatívan befolyásoló rablás bűncselekmény száma az illetékességi terület növekedése ellenére is csupán 2 darabbal nőtt. Mondhatom, hogy igazából csökkent, és itt ki kell emelnünk azt, hogy a karcagi rendőrkapitányság állománya 2016-ban az összes rablás elkövetőjét felderítette, a rendőrkapitányság illetékességi területén a rablás elkövetője nem maradt szabadlábon. Tehát itt felsorolt sok-sok tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény, tehát akkor az állampolgárok biztonságban érezhetik magukat itt a karcagi illetékességi területeken. Én úgy gondolom, hogy tovább javult a településeink közbiztonsága. Említette a közbiztonságot, ugye a közrendvédelem, a jelenlét, a rendőri jelenlét a mindennapokban mennyire volt jellemző a 2016-os esztendőben, és mennyire volt eredményes? Az értékelt évben a korábbi évhez viszonyítva mind a közterületi óraszám, mind pedig a közterületre vezényelt létszám is 12%-kal nőtt, annak ellenére, hogy 2016-ban jelentős terhet jelentett a rendőrkapitányság teljes személy állományára az ideiglenes csapatszolgati századba beosztott 10 kollégánknak a déli határszakaszra történő folyamatos vezénylése. A kollégáim 8 napos turnusokkal, 5 alkalommal Csongrád, 15 alkalommal Bács-Kiskun megyében láttak el határőrizeti feladatokat. A közteti jelenlét fokozása érdekében 2016-ban is rendszeresen és célirányosan került fokozott ellenőrzés elrendelésre minden településünkön. A fokozott ellenőrzésekbe, a rendezvények biztosításába a helyi polgárőrök, közterületfelügyelők és mezőrök bevonása is megtörtént. A nyári idényre tervezett programok lebonyolításában való közreműködésre, a turisták biztonságérzetének javítása érdekében a rendőri jelenlét biztosítására nagy hangsúlyt fektettünk. Sajnos a migrációs helyzet miatt a készenléti rendőrség megerősítő ereje csupán 1 alkalommal tudott részünkre segítséget nyújtani, így a területi szerv a megyei rendőrfőkapitányság folyamatos támogatásának, kollégáim, a polgárőrség, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek áldozatkész munkájának köszönhetően a turisták biztonságban pihenhettek az illetékességi területünkön. A fokozott közterületi jelenlét program keretében egész évben pénzben megváltható túlóra elrendelésére nyílt lehetőség, mely kizárólag a közteti jelenlét fokozására volt fordítható, és ezzel a lehetőséggel tudtuk a határa vezényelt, elvezényelt kollégák kapcsán kialakult közteleti hiányt kompenzálni, ami szükséges is volt a jogsértések elkövetésének a megelőzése, illetve az elkövetők felderítése, elfogása érdekében. A fokozott ellenőrzések, amelyeket elrendeltünk 2016-ban a bűncselekmények megelőzését, az ittas gépjárművezetők, utazó bűnelkövetők elfogását, a színes fémlopások visszaszorítását és az időskorúak, valamint a veszélyeztetett korosztály gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények kiszűrését célozták. A következő kulcs gondolatunk a közlekedés biztonsági helyzetkép. Milyen intézkedéseket tettek ezzel a témával kapcsolatban, illetve milyen mutatókat lehet itt vázolni? A közlekedés biztonsági helyzet kapcsán el kell mondani, hogy az illetékességi terület változása miatt a közútjaink száma az
illetve a nagyság az a duplájára nőtt. 2015-höz képest 27%-os növekedés következett be a közlekedési balesetek számában, amelynek az oka kizárólag az illetékességi terület növekedése volt. A korábbi illetékességi területet tekintve a közlekedési balesetek számában stagnálás volt kimutatható. Havi két alkalommal az úgynevezett finn módszeres ellenőrzést került végrehajtásra a településeinken, amikor koncentráltan nagy rendőri jelenléttel egy-egy útszakasz lezárásra került, és minden arra közlekedő gépjárművezető egy szondáztatásban vett részt. Ennek köszönhetően is azt elmondható, hogy az alkoholszondák számát az közel megnégyszereztük a 2014-es évhez képest, és a pozitív szondák száma is jelentősen nőtt, és úgy gondolom, hogy ezzel is jelentős előrelépést tettünk a közlekedési balesetek visszaszorításában. Természetesen ehhez hozzátartozik az is, hogy a sebességmérő berendezésünk egészében folyamatosan üzemelt. A sebességmérő berendezést a baleseti legfrekventált helyeken üzemeltetjük, lehetőség szerint minél nagyobb óraszámban. Tehát akkor a balesetek megelőzése érdekében számtalan ellenőrzési módszert alkalmaztak a 2016-os évben a közutakon. A bűncselekmények megelőzése érdekében milyen tevékenységeket tettek? A bűn és baleset megelőzési tevékenységünket fokozottan fejtettük ki 2016-ban is. Eredményes együttműködést folytattunk a helyi jelzőrendszeri tagokkal. Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó három középiskolával együttműködési megállapodás keretében végezte a prevenciós tevékenységet. Szeptember hónaptól végrehajtottuk a tanévkezdéssel kapcsolatos rendőri feladatokat, folytattuk az iskola rendőre program gyakorlati végrehajtását is. A közlekedés biztonság szempontjából veszélyeztetett iskolák előtt a rendőri jelenlétet megszerveztük, és folyamatosan biztosítottuk, valamint biztosítjuk most is. Jelentős szerepet vállaltunk továbbá a városi rendezvények, ünnepségek, iskolai ballagások zavartalan balesetmentes lebonyolításában. Tehát a rendőrségnek ugye egyik feladata a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása is, amelyről beszámolt, hiszen folyamatos kapcsolatot tartanak föl az iskolákkal, a különböző szervezetekkel. Tartanak-e a rendőrség kötelékébe tartozók előadásokat, különböző foglalkozásokat az iskolákban? Az iskola rendőre program keretében a kollégáim 24 iskolában folytatják a programot. Ezen felül az iskolai bűnmegelőzési tanácsadónk az minden település nem csak a középiskolájában, hanem általános iskolájában is tartott bűnmegelőzési előadást. Ezen felül a veszélyeztetett korosztályok részére, az üzlettulajdonosok részére is tartottunk vagyonvédelmi célzattal bűnmegelőzési előadásokat. Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a családon belüli erőszaknak a témája. Jellemző-e ez a karcagi illetékességi területre? Családon belüli erőszak kapcsán, ami feladat a rendőrségre hárul, az ilyen bejelentés esetén minden esetben vizsgálnunk kell az ideiglenes megelőző távoltartás fennállását, és amennyiben azt állapítjuk meg, hogy az indokolt, akkor 72 órára távol tartja a rendőrség a bántalmazott féltől a bántalmazót, és kezdeményezzük a megelőző távoltartás lefolytatását, amit ugye a bíróság rendelhet el 30 napra első körben. A 2015-ös évhez képest a távoltartások száma csökkent, viszont drasztikusan nőtt azon esetek száma, amikor vizsgálnunk kellett a távoltartás indokoltságát, és azt nem tartottuk indokoltnak. Körülbelül 400%-kal nőtt azon esetek száma, amikor a rendőrség segítségét kérték, és azt követően a vizsgálatot követően nem tartottuk indokoltnak a távoltartást. Ugye a 2016-os év munkájának a beszámolója megtörtént. Gondolom, hogy már elkészült a 2017-es év munkaterve, és abban megfogalmazták a feladatokat, a célokat, mit szeretnének elérni ebben az esztendőben. Erről esetleg néhány gondolatot hallhatunk-e? Hát az idei év kiemelt feladatait természetesen megfogalmaztuk
és főkapitány úr jóvá is hagyta, továbbra is fontos az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés, Magyarország külső határának és közbiztonságának közrendjének fokozott védelme, az illegális migráció elleni hatékony fellépés, fontosnak tartjuk a közlekedés biztonsági helyzet további javítását, kiemelt figyelmet fogunk fordítani a különösen veszélyeztetett korosztályok, a gyermek és időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekre, a családon belüli erőszak megelőzésére, továbbra is fontos az egységes rendészeti arculat kialakítása, illetve az intézkedési kultúraváltáshoz kapcsolódó vezetői elvárásoknak való megfelelés, a szolgálati rend és fegyelem terén elért eredményeket továbbra is meg kell tartani. Úgy gondolom, hogy tovább kell javítanunk az együttműködő partnerekben kialakult képet, valamint az állampolgároknak a rendőrségbe vetett hitét. Ezen célkitűzésnek jelentkeznie kell az állampolgárokkal történő találkozás minden platformján. A karcagi rendőrkapitányság új épületének építésére már nagyon várunk. Ehhez kapcsolódóan kollégáim is és jó magam is, illetve a város vezetése is minden szükséges segítséget megad az építéshez, illetve a feladatok elvégzését minden erőnkkel támogatni fogjuk. És úgy gondolom, hogy mindezen feladatok, amit kitűztünk 2017-re, ezek minél jobban történő megvalósítása érdekében elengedhetetlen a rendőrkapitányság és az önkormányzatok, valamint a karcagi és kunhegyesi járási hivatal közötti konstruktív, kölcsönös tájékoztatáson alapuló munkakapcsolat fenntartása. Ezek nagyon összetett feladatok és sokrétű feladatok. Én úgy gondolom, hogy minden állampolgár nevében mondhatom azt, hogy kívánom, hogy ezek valósuljanak meg a 2017-es esztendőben. Minél kevesebb bűncselekmény legyen ebben az évben is. Ha már a bűncselekményekről beszélünk, nemrégiben itt Karcagon egy rablásos bűncselekmény volt, egy dohánybolti rablás. Esetleg erről hallhatunk-e néhány szót? Hát másfél héttel ezelőtt egy csütörtöki napon a Karcagváros főterén elévő nemzeti dohányboltba ment be egy állarcos ismeretlen személy, aki a bevétel átadására szólította föl az ott dolgozó alkalmazottat, és hogy ennek nyomatékot adjon, egy kést is magával vitt. Ez az egyik legsúlyosabb bűncselekmény. Hát a bűncselekmény elkövetését befejezte sikeresen, és megszerezte az aznapi bevételt. Hát az emberülést követően ez a felfegyverkezve elkövetett rablás büntette az, ami a legsúlyosabb, vagy a fegyveres rablás, de a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó legsúlyosabb bűncselekmény volt. Ami történt, és hát az elmúlt 10 évben ilyen jellegű rablásra nem is emlékszem, hogy történt volna bármelyik településünkön. Természetesen nagyon nagy rendőri erővel kezdtük meg az elkövető felkutatását. A kollégáim nagyon szorgalmasan és mindenre kiterjedően végezték az elsődleges nyomozási feladatokat, és a forró nyomon üldözés az hát egy nap múlva meghozta a várva várt eredményt. Sikerült beazonosítanunk az ismeretlen elkövetőt, és a kezén kattant a bilincs, azóta előzetes letartóztatásban várja majd a jogerős ítéletét az általa elkövetett bűncselekmény miatt. Ez is fémjelzi a rendőrkapitányságnak az eredményességét, hiszen nagyon rövid időn belül végül is pontot lehetett tenni erre a rablásra, és a bűncselekményt elkövető a megérdemelt jussát megkapta. Hát a kollégáim mat illeti a köszönet, akik nagyon szorgalmasan és mindenre kiterjedően mindent megtettek annak érdekében, hogy ez az elkövető ezt a rendőrség elfogja. Kívánom, hogy a továbbiakban is forró nyomon minden egyes ilyen bűncselekmény, negatív tett minél hamarabb nyomozásra, felderítésre kerüljön. Köszönöm szépen a beszélgetést, a munkájukhoz további erőt, kitartást, egészséget kívánok. Én is köszönöm szépen, és minden kedves televíziónézőnek nyugodt, biztonságos évet kívánok. Így legyen. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet.
Kedves nézőink, karcagi híreink következnek, melyekben az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit láthatják. Koszorúztak a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján. Február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Február 24-én Gyurcsák János és Kovács Szilvia alpolgármesterek, valamint Rózsa Sándor jegyző koszorút helyezett el a katolikus templomban szembeni parkban álló kopjafánál. A kommunizmus áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000. június 13-ai határozattal rendelte el. Kovács Bélát, a Független kis Gazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok jogellenesen a képviselői mentelmi jog ellenére letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Kovács Béla típus példája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában, az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az 1 milliót, de a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport vagy vallási hovatartozásai miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak. Hazánkban először 2001. február 25-én emlékeztünk meg a kommunizmus áldozatairól, azóta Karcagon is minden évben megteszik ezt. Köszöntöm nézőnket, Gyökeres Sándor, a Szent Annai Középiskola és Kollégium igazgatójával beszélgetünk. Túl vagyunk egy nagyon szép rendezvényen, hiszen ez előbb volt a szalagtűzése a végzős diákoknak. Az iskola hanyadik tanévében volt ez? A 117. tanévben rendeztük ezt a szalagavatót. Mindig nagyon várják, úgy hallottuk, hogy a főpróba is nagyon nagy érdeklődéssel ment tegnap. Igen, azért is kellett kitalálnunk, hogy két ilyen, egy főpróba is egy teljes értékű rendezvény adhassunk elő, hogy a szülők, érdeklődők, azok részt vehessenek valamelyik rendezvényen. Én azt gondolom, hogy a szülők azért annak körülnek, hogy itt van lent minden a moziteremben, ezt azt gondolom, hogy az iskola elkezdte évekkel ezelőtt, és ehhez tartják magukat, hogy nem megy föl a második emeletre a tánc, hanem itt a színpadon. Igen, igyekeztünk úgy szervezni, hogy ne kelljen különösebb mozgásokat és olyan szervezés igényes feladatokat végrehajtani közben, ami kényelmetlenséget okozhat szülőknek és vendégeinknek, hiszen nagyon sok most már ebben az évben a tanulunk, végzős tanulunk, és ezeknek, vagy nekik a szüleik, hozzátartozóik is nagy számon vesznek részt. Itt láttuk a bemutatkozó filmen, hogy 4-12-es és egy 11. évfolyamos osztály van. A 11. évfolyamosok ők kik? Ők mezőgazdasági gépész, a hagyományos szakiskolai képzésben vesznek részt, és ez 3 éve indult, és most ők tulajdonképpen az első szakiskolai tanulók, akik nálunk szereznek majd remélhetőleg a szakmai vizsgával valamilyen bizonyítványt. Reméljük, hogy akkor a év végéig, hiszen még most lesz a napokban a fél év mi bizonyítványok kiosztása, de akkor a következő második fél évben azért még mindenki egy picit ráerősít ahhoz, hogy az érettsége minél jobban sikerüljön. Hát természetesen ez még nem azt jelentette, hogy itt vége a feladatoknak, már búcsúzkodnak, de azért még most jön a neheze, a finish, amikor a vizsgákra fel kell készülni, és remélhetőleg sikeresen levizsgázni mindannyiuknak. Akkor sikeres második fél évet kívánunk az iskola minden tanárának és diákjának. Köszönjük szépen! Péter Dániel osztályfőnök úrral beszélgetünk, aki egy picit megnyugodott, hiszen a 12. D osztály is megkapta a szalagot öntől. Milyen az osztályközösség? Az osztályközösség nagyon jó. 2013. szeptemberében kezdték meg tanulmányaikat, és 4 év alatt egy nagyon jó osztályközösség kovácsolódott össze.
Itt azért láttuk a képeket is, hogy ez tényleg önt igazolja, hiszen egy összetartó közösség volt a képekről, és ez jött vissza. Hogyan készült az öt osztály a mai napra? Az előző tanév végén, már május-június folyamán fölvették a kapcsolatot az osztályok a tánctanárokkal, és előre megbeszélték, hogy melyik osztály milyen jellegű táncot fog gyakorolni. Kik voltak a tánctanárok? A tánctanárok Vasné Szűcs Edit, Kele Andrea és Nagy Emese. És akkor beszéljünk egy picit az osztályokról, soroljuk el az osztályfőnököket is, hiszen azért ön mellett még másik négyen is voltak, illetve öten. Igen, a 12. A osztály osztályfőnöke Papné Benesúcki Mária tanárnő, a 12. B osztályfőnöke Szabó Tünde tanárnő, a 12. C osztályfőnöke eredetileg Kovácsné Ecsedi Csilla tanárnő volt, és 11. évfolyamban Talmásné Rózsa Hajnalka tanárnő vette át az osztályt. A 12. D osztály osztályfőnöke már elhangzott, hogy ki, és a 11. E osztályfőnöke pedig Csidei Péter tanár úr. Az előbb igazgató úr mondta, hogy ma azért mindenki ünnepel, hiszen ez az ünnep napja, de hétfőtől azért folytatódnak a dolgos hétköznapok. Azt gondolom, hogy minden diák tisztában van azzal, hogy azért nem lehet abba hagyni érettség előtt a tanulást. Nem bizony, a szalagvató az csak egy állomás. Február 15-ig az érettségére való jelentkezési lapokat le kell adni, és utána a május elejé ballagás, majd utána az érettségére kell gőzerővel készülni. Milyen útravalót adna a technikum, vagy hát mindenki technikumnak mondja, de azért tudjuk, hogy Szent Annai középiskola neve, milyen útravalót adna a diákoknak? Türelem és kitartás. Akkor reméljük megfogadják. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszöntöm nézőnket a Városi Sportcsarnokban, Csolnai Csabával beszélgetünk, és mögöttünk javában zajlik az emlékverseny, melyik versenyez most, hiszen azért ebben az évben többet is rendeznek. Ez a Csokai István emlékverseny, amit minden évben közel hasonló időpontban megrendezünk, és egyben ez az országos veterán ranglista versenyek első állomása Magyarországon. Igen, hiszen a múlt héten még a gyerekeket láttuk, most itt azért láttunk jóval 60-on túli versenyzőket is. A megnyitóban voltam is egy rövid párhuzamot, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy a múlt héten a gyerekek oldaláról közelíthettük meg a sportot, most pedig a veteránok oldaláról, de hát azért ez csak részben a múlt, inkább a jelen, de még van benne egy kis jövő is, hiszen 40 éves kortól egészen 80 éves korig vannak ma versenyzők. Azt gondolom, hogy azért küzdelmes mérkőzések vannak itt mögöttünk is. Beszéljünk azért egy picit Csokai Istvánról, hiszen nem mindenki tudja, hogy ki volt ő, és hogyan kötődött ő a karcagi pingponghoz. Csokai István a karcagi asztalitenisz egyik nagyja. Az 1950-es évek elejétől fogva foglalkozott asztalitenisszel, és a karcagi pingpongnak nagy szerencséje volt, hogy összetalálkozott Nagy Jenővel, aki Pista bácsi egy nagy szervező volt, Nagy Jenő pedig egy kiváló pedagógus és sportember, és ők ketten egy szenzációs párost alkottak. Annak az időszaknak hihetetlen eredményei voltak. Női MB2-es csapat, férfi MB3-as csapat, a Sidó lányok, akik közül a kisebb, a Csepelben az MB1-ben játszott. Ebből az időszakból került ki, vagy nőtt ki Karcagról Horváth Zoli, aki válogatott kerettag volt. De hát ilyen neveket is említhetnék, hogy Hajdú Rudi, aki országos serdülő bajnok volt. És sorolhatnám a neveket. Hát az egy szenzációs időszak volt, tartott 10 vagy 15 évig. És hát nekünk ez az etalon, ezt szeretnénk közelíteni. És én azt gondolom, hogy minden sportág nagyjai, legyen az város, vagy megye, vagy ország, megérdemlik azt, hogy ha van rá lehetőség, évente egy alkalommal megemlékezzenek rólunk. Jelen esetben egy ilyen szenzációs versennyel, ahol a résztvevők létszáma rekordot jelent. Mindig 100 fölött voltak az elmúlt évben, de most ez kiemelkedő 126 versenyző indult Szombathelytől Nyíregyházáig az ország minden részéből. Azt gondolom, hogy a karcagiakat mégis a karcagi versenyzők eredményei érdeklik, hiszen látjuk, hogy ő is az előbb fejezte be, tehát megküzdött, hogyan végződött az önmérkőzése. Hát itt már magas a színvonal, még a mikorosztályunkban is, sajnos ugye mennáról 65-70 közötti korosztályban vagyunk, de hát itt is még MB3-as, MB2-es versenyzők vannak, akármilyen hihetetlen, de hát ez az asztali tenisz egy ilyen sport, úgyhogy mi Farkas Bélával játszottuk a párost,
mi a csoportmérkőzések során elvéreztünk, nem jutottunk a főtámlára, de délután kezdődnek az egyéni küzdelmek, és ott majd meg lesz az esély a tovább lépésre. Reméljük, hogy lesz, jó versenyzést kívánunk, és hát azt már elmondhatjuk most, amikor még a verseny felénél tartunk, hogy már most sikeres volt a mai nap. Hát már nagyon magas színvonalú mérkőzések vannak, NB1-es játékosok, néhány extraligás játékos, tehát az ország krémjének egy része most itt van, és biztos, hogy délután még nagyobb küzdelmek lesznek, hiszen az egyéni mérkőzések mindig érdekesebbek és színesebbek, mint a páros mérkőzések. És ha már itt tartunk és beszéltünk Nagy Jenőről, akkor elmondom azt, itt is elmondtam a megnyitóban, hogy április 1-én lesz a Nagy Jenő emlékverseny, ahova szeretettel hívtam a mostani résztvevőket, és egyúttal hívok minden kedves asztali tenisz iránt érdeklődőt. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Hónapokig készültek nagy titokban a Györfi István Katolikus Általános Iskola Györfi Színtársulatának amatőr, bár sokszor már igazi profikat meghazudtoló módon játszó tagjai. A színtársulatban vannak jelenlegi és volt szülők, pedagógusok, diákok, orvosok, kamionos és vállalkozó is. Az idei meglepetés darabot, az emberek tragédiáját pénteken este nyilvános előadáson, majd szombaton is teltházas nézőtér előtt nagy sikerrel mutatták be. Ezt a darabot egyébként a 21. Györfi bál előtt adta elő a színtársulat. A Dériné Színház termében megjelenteket Kovács Miklósné igazgató köszöntötte, aki felolvasta dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a bálra küldött gondolatait is, az emberke tragédiáját egyébként Posztós Gábor rendezte, tehát a műt követő jótékony bálon pedig az iskola diákjainak néptáncos ruháért gyűjtötték az adományokat, ezt már az igazgatónő mondta el. Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos egy csokorvirággal köszöntötte Pándi Ildikó önkormányzati képviselőt, az iskola nyugalmazott igazgatóját, a Györfi bálok elindítóját, valamint Szabóné Fábián Évát, a szülői munkaközösség elnökét, és Szakályné Kollát Emesét, az iskola pedagógusát a szombati bál és műsor megszervezésében nyújtott segítségükért. Az iskolaszék nevében Molnár Pár elnök önkormányzati képviselő azt kívánta, hogy legyen sikeres a bál, és a Györfi Színtársulat még 21 év múlva is szórakoztassa előadásával a nagy érdeműt. Köszöntöm nézőket a Dériné Kulturális Központban, Kovács Miklósnéval, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatónőivel beszélgetünk, hiszen a 18. Györfi Néptáncgála első szünetében vagyunk. Hogyan értékeli az elmúlt napokat, hiszen ez már a záró rendezvénye a Györfi napoknak? Én úgy gondolom, hogy jól sikerültek az idei évi Györfi napok, hétfőn kezdődtek, nagy volt az érdeklődés minden rendezvényünk iránt. A helytörténeti pályázatoknak az értékelésekor, a Györfi galériának az értékelésekor nagyon sok szép eredmény született, amelynek a gyerekek nagyon örültek. Másnap a nyílt órákon is nagyon sok volt a látogató, különösen az alsó tagozatos gyerekek iránt érdeklődnek még a szülők. A nagyobb gyerekeknél is volt érdeklődők, hiszen ott is volt az idén nyílt óra. Szerdán volt igazán nagy megmozdulás az iskolánkban, hiszen ennél ugyan kisebb volt, mint a mai, mivel itt minden gyermek a színpadra lép, mind a 400 tanulónk, ott elsősorban a felső tagozatosok és néhány alsó tagozatos, aki az ingafutásban mérte össze erejét, kitartását, és hirdettünk bajnokokat egyéni lány, egyéni fiú, illetve évfolyam kategóriákban. A mai rendezvényünk előtt volt a angol nyelvi verseny, a kistérségi angol nyelvi verseny, amelyen 8 településről 48 gyermek versenyzett. Nagy örömünkre szolgált, hogy újabb iskolák is jelentkeznek a versenyünkre. Már Jászberényből is érkezett egy katolikus iskolából versenyző tanulók. És minden évben azért az íra a pont, hogy így fogalmazunk, az a jótékony bál. Tudom, hogy nem fogja elmondani, hogy mivel készülnek, hiszen ön számára is titok még ez, de biztos lesz megint meglepetés előadás. Valóban erről már én is tudok, hogy lesz egy nagyon nagy meglepetés, amivel a Györfi Színtársulat már hetek, sőt mondhatom azt, hogy hónapok óta nagy izgalommal készül. Mi is hasonló izgalommal várjuk, hogy milyen lesz ez a meglepetés műsor. Erre a bálra a jövő héten szombaton kerül sor, 25-én itt a Dériné Művelődési és Ifjúsági Központban. Minden évben elmondjuk, hogy mire gyűjtenek. Most mi a kitűzött cél, amit szeretnének megvalósítani?
Ebben az évben a néptáncos ruháinkat szeretnénk felfrissíteni, illetve újakat varratni a gyermekeinknek, hiszen fájó szívvel mondom azt, hogy itt a színpadon ugyan minden gyermek nagyon szép ruhában táncol, de ezeket a ruhákat jelen pillanatban még kölcsönkértük, amelyért nagy köszönettel tartozunk azoknak az intézményeknek, akik biztosították számunkra ezen a délutánon ezeket a szép ruhákat, hogy ilyen szép egységesen jelenhessenek meg itt a színpadon a gyermekeink. Akkor én azt kívánom, hogy sikerüljön ezt a tervet is megvalósítani, és legyen sikeres a Györfi bál. Köszönöm szépen! Tegnapi napon is történt egy hármas karambol a négyesen. Fegyvernek és Törökszent Miklós között a főút 120-as kilométerénél két személyautó és egy kamion karambolozott. A kamion keresztbe fordult az úttesten, üzemanyagának jelentős része kifolyt. A balesethez a szolnoki hivatásos és a Törökszent Miklósi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket és megkezdték a műszaki mentést. A munkálatok idejére a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, és a forgalmat Törökszent Miklós belterületére terelték. Két utas könnyebb sérüléseket szenvedett, őket a mentők a helyszínen ellátták. A kifolyt üzemanyag felitatásában a közútkezelő működött közre, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. A Jászlajkun Szolnok megyei rendőrség kéri mindazokat, akik autóba ülnek, hogy vezessenek óvatosan és körültekintően, az út és látás viszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességet, ha fáradtnak érzik magukat, álljanak meg pihenni, szálljanak ki a gépjárműből és mozgassák meg tagjaikat, ha rosszul érzik magukat, ne vezessenek tovább saját és mások testi épsége érdekében. Kedves nézőink, Háttér című műsorunk külön kiadása következik, melynek témája a Tisza Szent Imrei paprika feldolgozó üzem megnyitója, melynek vendége volt dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő úr, földművelésügyi miniszter. Miniszter úr, elnök úr, hivatalvezető úr, polgármester asszonyok és urak, nagy tiszteletű lelkész asszony és lelkész úr. Tisza Szent Imre község önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm a paprika örlő üzem ünnepélyes átadásán megjelent meghívott vendégeinket és az érdeklődő lakosságot. Valamennyiünk nevében külön köszöntöm dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, térségünk országgyűlési képviselőjét. Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár úr egyéb szakmai elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a rendezvényen, de képviselteti magát. A Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárság képviseletében köszöntöm Varga Valéria büntetés végrehajtási vezérőrnagyot, a Belügyminisztérium szakmai főtanácsadóját. Köszöntöm Kovács Sándort, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Varga Tibort, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal Tiszafüredi járási hivatalának vezetőjét. Köszöntöm a környező települések polgármestereit. Köszöntöm Turzáni Lévai Anitát, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal közfoglalkoztatási osztály vezetőjét és munkatársát, Bencsik Zoltánnét. Tisztelt jelenlévők! A most átadásra kerülő üzem a közfoglalkoztatási program egyik legfontosabb célját valósítja meg. A közfoglalkoztatásból kinőve piaci alapokon nyugvó munkahelyet biztosít hosszú távra, remélhetően nyugdíjkorig 5 főnek. További elképzeléseink vannak arra is, hogyan tudnánk további munkahelyeket teremteni. 2014 óta foglalkozunk fűszerpaprika termesztéssel, és azt tapasztaltuk, hogy a paprika őröltetése, értékesítése nem megoldott, 100 kilométeres körzetben nem tudtunk őröltetni. Ezért döntöttünk úgy 2015-ben, hogy paprikaőrlő üzemet hozunk létre, az általunk megtermelt paprika őrlésére, bérőrlésre és értékesítésre.
Számításaink szerint tevékenységünk e része piaci körülmények között önfenntartóvá válhat. Pályázatunkat a Belügyminisztérium támogatta, a beruházásra 56.171.809 forintot ítélt meg. A gépek berendezések beszerzésére 28.321.000 forintot, az épület kialakítására 27.850.809 forintot. Az épület átalakításában a közfoglalkoztatásban dolgozó szakmunkások is részt vettek, az ő munkájuk értéke is igen jelentős, 4.932.996 forint. Erre nem kellett pályázni, nem kellett munkabérként kifizetni. 2015-ben önkormányzatunk az épületet 3 millió forintért vásárolta meg erre a célra. A manufaktúra kialakításának költsége az önerővel együtt 64.104.805 forint volt. Az épület átalakításának tervezője Németh László, felelős kivitelezője a Ladép Kft. Volt. 2016. június 6-án kezdődött a kivitelezés. Az épületet a gyártási technológiának megfelelően átalakítottuk, megvásároltuk és beüzemeltük az üzem tevékenységehez szükséges gépeket, berendezéseket. A gépek beszerzésében, beüzemelésében Tolnai Endre, a Tiszaalpári Tolmár Kft. Ügyvezetője nyújtott szakmai segítséget. Ezúton is köszönjük valamennyiük munkáját. 2016. december 23-án üzemünk bejelentési kötelezettségét teljesítettük a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal élelmiszerbiztonsági és földművelésügyi főosztály felé, majd ezt követően megkezdődött a termelés. Úgy gondoljuk, hogy a paprikaörlő üzem nem csak a település életében jelentős beruházás, várhatóan a térségben élő mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők és önkormányzatok is igénybe veszik béröröltetés céljából. Bízunk abban is, hogy a fűszerpaprika termesztés újra éledését is elősegíti az öröltetés lehetősége. Üzemünkben kiváló minőségű fűszerpaprikát dolgozunk fel, mely hagyományos szántóföldi termesztéssel magyar földben, Tiszaszentimrén és Újszentgyörgyön terem. Az ebből készült őrlemény íze, illata, zamata kiváló, nem keveredik a bizonytalan összetételű külföldről behozott őrleményekkel. A paprika termesztés manufaktúrás jellegű, mely ötvöződik a modern technológiával. Önkormányzatunk és a közfoglalkoztatásban résztvevők nevében köszönjük a magyar kormánynak, hogy a közfoglalkoztatási program keretében jelentős beruházásokat végezhettünk, gépesíthettünk, munkahelyeket teremthettünk, és általa szerény, de biztos jövedelemhez jutott évente 150-200 fő Tiszaszentimrén és Újszentgyörgyön. Miniszter úr, köszönjük, hogy számos elfoglaltsága mellett is jelen van a település életében, és számunkra igen fontos napon. Kérem, tolmácsolja köszönetünket a kormány felé. Köszönjük a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárságának, mint a kormány közfoglalkoztatási programja végrehajtójának, irányítójának, hogy támogatták elképzeléseinket, döntéseikkel biztosították projektjeink anyagi fedezetét. Köszönjük dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár úrnak, Varga Valéria büntetés végrehajtási vezérőrnagynak, dr. Dobozi József megyei koordinátornak, Lukács Ilona Lucának, a helyettes államtitkárság munkatársának, a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya és közfoglalkoztatási osztálya, valamint a Tiszafüredi járási hivatala foglalkoztatási osztálya dolgozóinak segítő közreműködésüket, támogatásukat. Tisztelt jelenlévők! Hölgyeim és uraim! Önkormányzatunk, a közfoglalkoztatásban dolgozók, és úgy gondolom, hogy a lakosság többsége is a Start közfoglalkoztatási programot
sikertörténetnek tartja Tiszaszent Imrén, kiemelten a mezőgazdaság is tart mintaprogramot. E projekt keretében alakítottuk ki az állattartó telepet, a farmot, ahogy mi nevezzük, ahol 90-100 darab sertés tartása történik. A sertésólak építésére, eszközök beszerzésére, a 8 anyakoca és 50 darab kismalac megvásárlására, valamint a sertésólakhoz tartozó szociális blokk kialakítására támogatást kaptunk. A saját szaporítású állomány folyamatosan biztosítja az önkormányzati fenntartású 300 adagos konyha éves sertéshús szükségletét. 2016-ban kismalac szaporulatból már értékesíteni is tudtunk a Tiszafüredi Önkormányzat közfoglalkoztatási programja számára. Az állattartás keretében 1500 darab tojótyúkot tartunk tojástermelés céljából. A baromfi istálót a bevételünkből támogatás nélkül építettük meg a közfoglalkoztatásban dolgozó szakmunkások közreműködésével. A berendezését, a tojótyúk állomány beszerzését támogatásból biztosítottuk. Ellátjuk tojással a közétkeztetést lebonyolító konyhánkat, tésztaüzemünket, ahol levestésztát készítenek dolgozóink, szintén a közétkeztetés számára. A Tiszaőrsi Barázda Szociális Szövetkezet tésztaüzeméhez is mi biztosítjuk az alapanyagot, a környező települések közétkeztetéséhez is szállítunk tojást, valamint a lakosság számára is értékesítünk. A mezőgazdasági program másik fontos ága a növénytermesztés, hiszen az állatok takarmány szükségletét ez biztosítja. 2016-ban 64 hektáron gazdálkodtunk, a felesleget már értékesíteni is tudtuk. A szántóföldi termeléshez szükséges mezőgazdasági gépeket, munkagépeket szintén állami támogatás keretében vásárolhattuk meg. Kertészetünkben a közétkeztetés egész éves zöldség-gyümölcs szükségletét megtermeljük, melyet befőtt és mirelit áruként konyhakész állapotban tároljuk hűtő-fagyasztó kamránkban. Azon túl, hogy egészséges alapanyagot biztosítunk gyermekeink és a lakosság számára, ez jelentős megtakarítást is jelent. Példaként említem, hogy évek óta nem emeltük a gyermek és a szociális étkeztetés díjait. 2017-ben kertészetünket fogjuk ellátni korszerű munkagépekkel, az önök döntésének, támogatásának köszönhetően. A mezőgazdasági programon belül 2,5 hektáron császárfa ültetvényt gondozunk. Minden intézményünkben kiváltottuk a gázfűtést, 3 év múlva vágás érett lesz a császárfa, melyet a programban megvásárolt kazánok fűtésére használunk fel, illetve fűrészáruként fogunk értékesíteni. Energia megtakarításunk ezzel jelentős, illetve bevételre is számíthatunk. A teljesség igénye nélkül azt szeretnénk lántatni, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók értéket állítanak elő Tiszaszent Imrén. Munkájuk eredménye látszik a településen, hiszen a közút, belvíz és a többi projekt keretében tovább épül és szépül Tiszaszent Imre és Újszentgyörgy. Az új járdáknak, útjavításoknak köszönhetően minden lakóingatlan megközelíthető. Nem csak a községnek van szüksége a közfoglalkoztatásban dolgozók értékteremtő munkájára, hanem a dolgozóknak is a munka lehetőségre. Támogatjuk a kormány és a belügyminisztérium azon törekvéseit, hogy a közmunkaprogram végső kimenetele a piaci alapokon nyugvó munkahely megteremtése, illetve a piacon történő elhelyezkedés legyen. Példaként említem, hogy önkormányzatunk naponta szállít Tiszaderzsre 7 főt a Varrodába, akik korábban közfoglalkoztatásban dolgoztak, mert tömegközlekedéssel nem lehet megoldani a munkába járást, hiába szomszédos település vagyunk. Vagy jó példa erre a most átadásra kerülő üzem is, ahol nyártól 5 fő fog dolgozni piaci munkahelyen, 17. augusztus 1-től non-profit KFT keretében. Tisztelt jelenlévők, kedves vendégek!
Ahhoz, hogy az ötletek, tervek megvalósuljanak, sok ember összehangolt munkájára van szükség, és igen jelentős anyagi támogatásra, melyet a belügyminisztérium döntéshozóin keresztül, ha azt mi kellően alá tudtuk támasztani, megkaptunk. Ennek az anyagi támogatásnak a nagyságát szeretném érzékeltetni. 5 év alatt a közfoglalkoztatottak bérére, valamint a hosszabb időtartalmú foglalkoztatásban 935.467.733 forintot, dologi kiadásokra, amelyből fejlesztettünk, gépesítettünk 221.930.360 forint támogatást kaptunk. Ez összesen 1.157.395.093 forintot ítéltek meg Tisza Szent Imrének. Még számunkra is megdöbbentő volt a támogatási összeg nagysága, amikor azokat összegeztük. Reméljük, hogy az itt elmondottak és a látottak is alátámasztják azt, hogy önök jó döntést hoztak, mi jól gazdálkodtunk, mert ezt a támogatást a település javára, az itt élő emberek megélhetésére fordítottuk. A belügyminisztérium is elismerte tevékenységünket. 2012-ben, 13-ban és 16-ban a Start Plus díjazásban részesítette településünket összesen 9 millió forint összegben, melyet a közfoglalkoztatás fejlesztésére használhatunk fel. Ebből valósult meg a hűtő-fagyasztókamra, a zöldség-gyümölcs előkészítő helység, illetve ebben az évben az MTZ traktorhoz pótkocsit vásárolunk. A mezőgazdasági Start mintaprogramban és a többi programokban nagyon sok ember dolgozik együtt egy adott célért. Azt szeretnénk, ha a mai napon minden érintett, aki közreműködött programjaink megvalósításában, úgy érezné, hogy ez az ő sikere is. Az ő munkája nélkül nem tudnánk ilyen eredményeket elérni. Önkormányzatunk nevében köszönöm a közfoglalkoztatási programot irányító munkatársaim és a programot megvalósító valamennyi közfoglalkoztatottnak a munkáját. Egymás nélkül nem boldogulnánk. Ez csapatmunka. Minden résztvevő szerepe egyaránt fontos. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, önkormányzatunk nevében köszönöm, hogy eljöttek. Ez számunkra igen fontos beruházás átadására. Tisztelt polgármester asszony, helyettes államtitkár asszony, elnök úr, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm Tisza Szent Imre lakosságát, a megjelent állami és önkormányzati vezetőket, a sajtó képviselőit is. Egy olyan alkalomból, amikor egy komoly fejlesztésnek az átadása fog megtörténni perceken belül. Egy igazi értékteremtő beruházásról van szó, és én próbáltam megragadni ennek a dolognak a lényegét, hiszen meggyőződésem, hogy a Tisza Szent Imrei fűszer paprika manufaktúra egy új szint, egy új különleges ízvilágot, egy új értéket jelent a magyar gasztronómiában, és a mi megyénk, a mi tájunk, a Nagykunság, a Közép-Tisza vidék számára is egy hihetetlen dolog. Egy olyan termék lesz itt hamarosan a birkapörkölt elkészítésétől kezdve a mindennapi fűszerezésen át az ajándékok kategóriájában egyaránt a kezünkben, amely ennek a tájnak az értékeit összegzi. Az emberek szorgalmát, az önkormányzat munkáját, az odafigyelést, az, hogy itt is lehet igényes kultúrákat, növényi kultúrákat feléleszteni, megújítani és termelni. És munkahelyeket tudunk mindezáltal létrehozni. Tehát a minőség, a kreativitás az egyaránt megvan ebben, mint ahogy megvan a világhírű magyar fűszer paprikában is, amelynek az elkészítése az ilyen és hasonló kis közepes üzemekben kezdődött annak idején, és most, amikor a magyar mezőgazdaság is szemünk láttára, itt is láthatjuk, a magasabb feldolgozottságú minőségi termékek irányába mozdul el, ott látja a piaci lehetőséget, ezt mi sem hagyjuk ki itt a mi vidékünk, Tisza Szent Imre, az önkormányzat és az itt élők is meglátták azt, hogy ebben van jövőkép, ebben van perspektíva. Én gratulálok
gratulálok mindenkinek ehhez a kezdeményezéshez, és azon leszünk, hogy a munkavégzés az zavartalan legyen, hogy legyen piac, hogy segítsük vásárlásainkkal, a különböző szervezeteknek az odafigyelésével is, vásárrendezéstől a különböző programokon keresztül, főzőversenyeket, falunapokat, rendezvényeket is sorolhatjuk, ahol ennek a terméknek meg lesz a maga jelentősége. Lehetőség a bemutatkozása, a vásárlása arra, hogy az emberek megismerjék és használják ezt a finom fűszert. Új márka születik, tehát a Szent Imrei paprika, Szent Imrei piros paprika, fűszer paprika. Gratulálok ehhez. És tisztelt hölgyeim és uraim, ahhoz is gratulálok, amit az imént hallhattam, hiszen polgármester asszony hosszan sorolta a startmunkában azt az értékteremtő tevékenységet, amit a község, annak önkormányzata, az itt dolgozók elértek. Köszönjük a belügyminisztérium valamennyi érintett tárca hozzájárulását, mert azt látom mindenben megvalósulni, amit a Földrészügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről is mindig pártoltunk, hogy a mezőgazdaságban foglalkoztatási szempontból, ahhoz, hogy a közösségeink életképesek és erősek legyenek, hogy a vidéki megmaradást segítsük, óriási lehetőség van. Sokan támadták és kritizálták a startmunkát, akik nem ismerték, vagy akik félre akarták magyarázni, de itt láthatjuk azt, hogy egy alkotó termelő munka zajlik hosszú évek óta, ami képes arra, hogy a piaci versenyt is állja, megállja a megméretetés próbáját, akár nehezebb körülmények között is. És ez a beruházás is, amely közvetlenül 5 munkahelyet hoz létre, a településen további 45 embernek ad megélhetést, de hozzátartozik ez az, hogy a bérőrletésen, akár később termeltetésen keresztül is legalább 150 munkahelyet jelent. 150 munkahelyet, amelyhez nem kellett multi óriás vállalkozás, nem kellettek súlyos állami milliárdok, nem kellett feláldozni értékes termőterületeket azért, hogy valami ipari park épüljön a már meglévő ipari parkok mellé megyei jogú városokban vagy a fővárosban, hanem itt is meg lehetett találni a munkahelyteremtésnek a lehetőségét, és én bízom abban, hogy ezt a példát sokan követik, illetve találunk további olyan növényi kultúrákat, illetve olyan állattartást is, amely szintén képes a piacon helytállni, amely iránt van érdeklődés. A minőségi, GMO-mentes, hagyományos magyar termékeknek mindig lesz piaca, így volt ez a múltban is, és mutatja ezt a legutóbbi berlini zöld hét vásár, ahol hatalmas tömeg, mint egy 380 ezer ember nézte meg a magyar pavilont, ahol a paprika iránt is volt érdeklődés, illetve a gulyáslevestől kezdve a szalámikon, kolbászokon keresztül egy csomó olyan étel iránt, olyan étel különlegesek iránt, amelyek a paprika nélkül elképzelhetetlenek. Tisztelt hölgyeim és uraim! A megye életében is fontos az, hogy miképpen boldogulnak, a megye gazdasági élete szempontjából is fontos az, miképpen boldogulnak a településeink. Milyen beruházások valósulnak meg, milyen a munkanélküliség, van-e még lehetőség iparfejlesztése, a mezőgazdaság lehetőségének a kihasználására. És ezért is példaértékű, hogy Tiszaszent Imre is, itt több települési vezető van a környező városokból és falvakból, Tiszaszent Imre és a környező települések is megtalálták a boldogulásnak az útját, az, hogy miképpen lehet a startmunka lehetőségeit kihasználni, és olyan késztermékeket letenni az asztalra, amelyek akár a település hírnevét messzire elviszik. A tésztától, a mézen keresztül, a különböző tojás, húsáruk ebbe a körbe tartoznak, és ezek a mintaprogramok, amelyekben összesen 56 település vett részt a megyében, azt hiszem, hogy a jövőre nézve is komoly hatással bírnak. Én kívánom azt, hogy az állam és az önkormányzatok együttműködése a lakosság által, az itt élők által is támogatott formában folyamatos legyen. Legyen így a jövőben is, hiszen nem sokára egy megmérettetésre is sor kerül. A munkahelyeken minden nap egy megmérettetésnek tekinthető. A piacon, a gazdaságban úgy szintén meg kell küzdeni minden bevételért, minden hasznosítható lehetőséget meg kell ragadni. De nem sokára jön az az idő, amikor mérleget kell vonni, hogy a településeink mondjuk 4 évvel ezelőtt vagy 8 évvel ezelőtt hogyan néztek ki, és most ahhoz képest milyen változás van. Hát én azt javaslom mindenkinek, hogy amikor Tiszaszent Imrén vagy itt a megyének ebben a részében, a Nagykunságban, illetve a Közép-Tisza vidéken a mérleget megvonja, amikor a mérleget megvonjuk, akkor jusson az eszünkbe ez a mostani nap. Gondoljuk végig azt, hogy vajon ki volt az, aki 3, 4 vagy 5 évvel ezelőtt is arra számított volna, hogy ilyen fejlesztés, ilyen beruházás valósul meg.
ebben a községben. Állattartó tele, foglalkoztatás, itt ez a paprika, malom, és még sorolhatnánk, és a többi településen is. Ezek kézzelfogható, reális dolgok, számokkal, adatokkal is alátámasztva, és ami a legfontosabb, az emberek megélhetési lehetőség által is megerősítve. Ezen gondolatok jegyében gratulálok a fejlesztéshez, kívánom azt, hogy a Tisza Szent Imrei paprikának mindig legyenek vásárlói, sok örömet szerezzen mindazoknak, akik termelik, akik készítik, és akik fogyasztják, felhasználják egyaránt. Köszönöm szépen, szívből gratulálok! Kedves nézőink, mára megköszönjük figyelmüket, viszontlátásra!